Elindítottam. Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága rendkívüli bejelentkezésén a Fiziopéntek program sorozatban. Szendrő Gabriella vagyok, az MGFT Nemzetközi Bizottságának tagja. Én fogom moderálni kolléganőmmel, Várnagy Annával a mai értekezletet. Tekintettel arra, hogy néhány országban már a COVID-járvány negyedik hullámáról beszélnek, a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága fontosnak tartotta egy olyan szakmai fórum összehívását, ahol neves szakemberektől naprakész tájékoztatást kaphat a szakma a COVID-járvánnyal kapcsolatos aktuális tudományos ismeretekről. Ezen ismeretek elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy hitelesen tudjunk információt közvetíteni kollégáink és a hozzánk forduló emberek körében is. A hallgatóság a kérdéseiket a question and answer pont alatt tehetik fel. Kérjük, hogy minden esetben írják oda, hogy kihez szól a kérdés. Bemutatom a panel előadókon kívüli tagjait. Dr. Horváth Mónika, a Semmelweis Egyetem fizioterápia tanszék vezetője, valamint dr. Mayer Ágnes, szintén a Semmelweis Egyetem fizioterápia tanszék docense. Seregébe pedig PhD hallgatónk. Az első előadónk Jakab Ferenc professzor úr lesz. Ő a Pécsi Tudományegyetem Gabi, elment a hangod. Elment a hang, Gabi. Elment a hangod. Csak szólok. Nem jutottad véletlenül. Én? Igen, most jó. Ja. Jó, tehát akkor Ági még meg volt? Igen, mi meg volt. Jó, akkor az első előadónk Jakab Ferenc professzor úr lesz. Ő a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, virológus és a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője. Felkérem a professzor urat előadásának megtartására. Nagyon szépen köszönöm először, és köszönöm a meghívást, de mindig nagyon nagy élmény és nagyon nagy megtiszteltetés részt venni ilyen rendezvényeken. Én azt hiszem, hogy 10-15 percem van a mondjuk ugye előadásom, én előadást nem hoztam és nem kívánok tartani. Én sokkal inkább egy interaktív beszélgetést terveztem. Én azt mondom, hogy Orosz Beatrix kolléganőmmel nagyon sok ilyen fórumon vettünk már részt, tehát azt gondolom, hogy egymás mondandójába is lehet, hogy bele fogunk szólni. És kicsit beszélgetést generálunk. Én, amit én szeretnék talán kiemelni, ez itt a negyedik hullámmal kapcsolatos ismeretek, és tényleg próbálom betartani, ha jól tudom, Gabi, 10 percen van, 10, max. 15. 15, igen. 15, jó. Kicsit szeretném megismertetni önöket, hogy mi várható, miért fontos a harmadik oltás, miért oltassuk be magunkat, miért ne féljük, és miért tartsunk egy kicsit a negyedik hullámtól. Az egyértelműen látszik, hogy Magyarországot is el fog érni a delta variáns által generált negyedik hullám. Ez nem is kérdés. Azt is látjuk sajnos, hogy a számok elég drasztikusan emelkednek már most is a napjainkban, és az ugrásszerűen exponenciálisan meg fog nőni, és ez várható a következő hónapokban. Az viszont egy tény, hogy Magyarországon az átoltottság elég jó, tehát közel 5,5-nél egy kicsivel magasabb az átoltottsági arányunk, ami nyilván azt generálja, hogy alapvetően a hazai lakosság védett valamilyen szinten a vírusfertőzéssel szemben. Azonban azt kell mondja, hogy mindig van legalább 3-3,5 millió olyan ember, de legalább 2 biztos, aki egyáltalán semmilyen védettséggel vagy csökkent védettséggel rendelkezik már ezzel a vírus tekintetében. Ők még abszolút kitettek egyébként a negyedik hullám fertőzésének. Ráadásul ez egy delta variáns fogja okozni, tehát ez már egyértelműen látszik, hogy a nemzetközi trendeket követve hazánkban is a delta variáns fog, azt gondolom, negyedik hullámot generálni, amiről tudni kell, hogy sokkal gyorsabban, sokkal agresszívabban, és sokkal, hát talán azt kell mondani, hogy egy kicsit súlyosabb tüneteket is okoz fertőzés, mint az előző vírustörzsek bármelyike.
Épp ezért nagyon-nagyon fontos Magyarországon az átoltottságnak az emelése, tehát aki nem kapta meg az első két oltást, az is mindenféleképpen kapja meg az első két oltást, és azt gondolom, hogy én magam részéről kardoskodok a harmadik oltás mellett is. Ennek számos oka lehet. Alapvetően egy kicsit hadd magyarázzam el a koronavírusoknak a virológiáját, lévén virológusként azt gondolom, ebben vagyok a legkompetensebb. Ezek a vírusok alapvetően nem generálnak, még úgy tűnik sajnos a vakcina sem, egy nagyon hosszú és nagyon tartós immunválasz. A természetes fertőzés pedig egyáltalán nem. Tehát ha valaki azt gondolja és azt mondja, hogy én áttestem már a Covid-on, én biztos védett vagyok innentől fogva, ez nem igaz. Ez a védettség ez nagyon relatíve gyorsan lecseng és eltűnik a szervezetből. Viszont azt is lehet tudni, és egy kicsit immunológiai megközelítés, hogy ez a vírus egy cseppfertőzéssel közvetlen a tüdőbe jut, ott azonnal lokálisan, hogy gyorsan, és ráadásul a delta variáns nagyon rapid, nagyon gyorsan elkezd replikálódni, és ott gyulladást generál a tüdőbe. Na most, ha megfelelően magas az antitest szint a vérbe, akkor ezt nem engedni el szaporodni nagyon ezt a vírus, nem engedi, hogy túl nagyon teret nyerjen tulajdonképpen ott lokálisan a tüdőbe, és ezzel csökkenthetjük a megbetegedés súlyosságát, és csökkenthetjük a károkat, amit a tüdőben okoz. Ha azonban alacsony az antitest szintjünk, sajnos, akkor azt kell mondjuk, hogy ez a gyulladás, mire az immunrendszer ébred, és mire az immunrendszer feléled, a memória sejtek, illetve tulajdonképpen a T-sejtes, tehát a sejtes immunitás is, addigra már ez a vírus variáns, ez a delta variáns képes hát jelentős károkat okozni a tüdőszövetben. Ezért azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy tartsuk szárazon a puskaport, és magasan az antitest szintet, mert azzal meg tud minket védeni ott rögtön lokálisan a súlyos kimenetű fertőzéstől. Ugye, és nyilván minden vakcinának a hatásának következtében van azért egy sejtes immunválasz is, ami a későbbiekben, vagy a vírus újratámadásakor kialakul és újraéled. Azonban ez a sejtes immunválasznak, illetve B limfociták által generált újabb antitest válasznak is időre van szükség. Na, magas antitest szinttel tulajdonképpen ezt az időt tudjuk áthidalni, és rögtön azonnal a vírusfertőzés következtében tudunk hát egy ellentámadást indítani a vírussal szemben. Én ezért tartom nagyon fontosnak alapvetően az első két oltást is, tehát hogy megismerje a szervezetünk ezt a kórokozót, és azt mondom, hogy a harmadik oltást is. Tehát én magam abszolút harmadik oltás párti vagyok, tehát minél több impulzust, minél több löketet kap az immunrendszerünk ezzel a kórokozóval szemben, annál jobban felkészült, és annál jobban tud egy esetleges vírusfertőzéskor védekezni. Tehát ezért azt gondolom, főleg szakmai körökben, hiszen önök egészségügyben dolgoznak, önök tulajdonképpen betegekkel, esetleg posztcovidos betegekkel, esetleg, tehát több emberrel érintkezve dolgoznak, nagyon fontos lehet a harmadik oltás felvétele ebben az esetben. Ugyanis alapvetően a negyedik hullámot, ezt talán Oroszi Beatrix kolléganőm jobban el fogja tudni mondani, én magam egy olyan valahol a második és a harmadik hullám közé prognosztizálom, hogy körülbelül ott lesz az esetszám, valahol olyan 3000 és 4000 között talán megáll, de erről biztos majd többet fog tudni mondani a későbbiekben. Jó, tehát az oltás az kiemelten fontos, a negyedik hullám biztos, hogy meg fog érkezni. Azonban nem kell pánikolni, és nem kell azonnal a falnak menni, hogy úristen, jön a világ vége, és itt lesz az Armageddon, mert azért az oltás az nagyon-nagyon sokat tud fogni. Tehát alapvetően azt mondjuk, hogy aki oltott, ő is elkapja a betegséget, uram, bocsán, meg is betegszik. Tehát biztos, hogy valamilyen tüneteket tud produkálni, vagy fog produkálni, de ezek a tünetek jóval alacsonyabbak, vagy jóval gyengébbek, mint azok, akik nem oltottak. Tehát ezt kell mondjam, hogy az oltottak körében az a kórházi ellátást, vagy ne adj Isten, intenzív osztályt igénylő ellátást igénylő fertőzéseknek a száma, gyakorisága jóval alacsonyabb lesz, és remélhetőleg nyilván ennek megfelelően a halálos a száma is jóval alacsonyabb lesz hazánkban. Úgyhogy alapvetően ez nagyon fontos. Az önmunkájuk pedig azt gondolom, hogy mind a járvány alatt, mind a járvány után, mind a posztcovidos betegek esetében kiemelkedő, és nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy az országnak nem kell és nem szabad leállni újra.
Tehát nyilvánvalóan járványügyi intézkedések kellenek majd, nyilván járványügyi intézkedések lesznek is. Az első három hullám alatt megélt járványügyi intézkedések közül azt gondolom, hogy maszk használata, kézfertőtlenítés és a távolságtartás az jelen esetben is kritikusan fontos lesz, tehát azt minden esetben be kell tartani, és szinte biztos vagyok benne, hogy idővel ezek az intézkedéseket vissza is fogják vezetni, nagyon helyesen. Én azt gondolom, hogy beltéren való maszk használat az már most kiemelten fontos lehet, és a jövőben pedig, itt az ősz folyamán pedig biztos, hogy fontosnak kell lennie. Én azt gondolom, hogy ezt a járványt, ezt a hullámot önmagában az oltással nem fogjuk tudni legyőzni. Tehát mindenféleképpen a járványi intézkedéssel párhuzamosan kell haladnia, de még egyszer mondom, hogy az oltottság elég jó, ezért azt gondolom, hogy talán egy kisebb járványhullámra számíthatunk, vagy egy gyengébb járványhullámra számíthatunk, mint az előzőekben volt. Hát nem tudom, röviden nagyjából a negyedik hullámról, a delta variánsról ennyit szerettem volna mondani az oltások fontosságáról. Azt még kiemelném, hogy ez a delta variáns azért miért olyan nagyon fontos, ezt az első időben úgy is hívták, hogy kettős variáns, vagy indiai mutáns. Gyakorlatilag ez fölcsipegette ez a törzs mindazon pozitív mutációkat és változásokat, ami az ő terjedésére és fertőzési képességére pozitív hatással voltak. Tehát ez egy nagyon okos vírus ilyen tekintetben, de nem kell azért ezek a mutációktól megijedni. Egyfelől azért, mert rengeteg ilyen mutáció történik folyamatosan a vírusban, ezek mind pozitív, mind negatív hatással lehetnek a vírus replikációs képességére és fertőző képességére. Nagyon-nagyon sok olyan mutáció történik a vírus replikációjakor, sokszorozódásakor, ami negatív hatással van a fertőző képességre. Ezek a vírus törzsek kiszelektálódnak és nem képesek terjedni, csak az erős törzsek nyilván azok maradnak meg. De sajnos ezek folyamatosan generálódnak. Mindazonáltal azt gondolom, hogy a mutációk zöme, amelyik fontos, az az S tüske proteinen keletkezik. Ez az S tüske protein pedig nagyon nagy. Tehát ahhoz, hogy itt egy-két változás történik, ez nem jelenti azt, hogy generálisan meg fogja változtatni az oltásoknak a hatékonyságát, vagy azt, hogy semmiféle védettség mondjuk egy-egy új törzse, vagy egy új variánssal szemben nem lesz. Tehát azt szoktam mondani, hogy a koronavírus marad, mindig is az marad, maximum kicsi változások történnek a genetikai állományán, és ezen keresztül a fehérje burkába, de igazából mindig ugyanaz a vírus marad. Tehát valamilyen tekintetben az oltások, és ezért megint nagyon fontos az oltások a kiemelése, az oltások valamilyen tekintetben biztos, hogy hatékonyak lesznek, maximum nem 94%-os védettséget adnak, csak 70 vagy 80, de azért mindig sokkal-sokkal több, mint a nulla. Tehát itt még egyszer ki kell emelnem az oltások fontosságát. Minap megkérdezték tőle, hogy mi a különbség ugye a mostani járványhullám, vagy a várható járványhullám és az előző járványhullámok között. Én két olyan dolgot emeltem ki, ami nagyon fontos. Az egyik az, hogy az előző járványhullámokban nem volt lehetőségünk nagy mennyiségű, akár elérhető antigén vagy antitest tesztet csinálni. Gyakorlatilag olyan nagyon magas áron és elérhetetlenek voltak az antigén és antitest tesztek is, amelyek nehezen tudták, nehezen voltak megfizethetők és az emberek számára elérhetők. Ez egyik nagyon nagy különbség, hogy ez már megváltozott, tehát garmadával állnak raktáron a különböző cégeknél az antigén és antitest tesztek, amivel élni kell. A másik, ami nagyon fontos szerintem, az az oltás. Tehát gyakorlatilag ez az első olyan járványhullám, aminek úgy megyünk neki, hogy a lakosság egy jelentős része átoltott, és a lakosság tulajdonképpen valamilyen szinten védett, vagy részben védett ezzel a vírusfertőzéssel szemben. Tehát ez két nagyon nagy ütőkártya, azt gondolom, hogy mind a két ütőkártyával élni kell, mind a két lehetőséggel élni kell, és meglátjuk. Amikor megkérdezik tőlem, hogy mi várható az elkövetkezendő évekbe, hát akkor mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem ember nincs, aki ezt most megjósolja. Én magam úgy gondolom, hogy a szeptember, október, november, tehát az őszi hónapok nagyon-nagyon sok mindent meg fognak mutatni. Hogyha ezekben az őszi hónapokban a járványügyi intézkedések bevezetése és betartása mellett egy ilyen relatíve magas arányú átoltottsággal könnyen megúszunk, vagy kevés súlyos kórházi ápolást igénylő és halálesetejáró fertőzéssel megúszunk ezt az őszi periódust, akkor azt gondolom, hogy van esély arra, hogy a következő időszakban is az oltások hatékonyságával ezt el tudjuk majd érni.
Amennyiben nem, úgy nagy bajba vagyunk, de ezt majd akkor meglátjuk, egyre ezt nem tudjuk megjósolni. Az pedig, hogy kell-e esetleg újraoltani a következő években, ezt is nehéz megmondani, én azt gondolom egyébként, hogy igen. Tehát alapvetően addig, hogy nincsen célzott terápia, olyan gyógyszeres kezelés, hogy bármilyen nagyon hatékony antivirális szer, ami célzottan tudja ezt a vírust eliminálni, addig biztos, hogy az oltás az egyik hatékony és fontos megelőzési módszer lesz a vírus fertőzés és a járvány leküzdésében. És Gabi, úgy látom, hogy te bejelentkeztél kamerával, és ez azt jelenti biztos, hogy idő van, hogy most már ne beszéljek többet. Nagyon szívesen válaszolok kérdésekre. Én azt gondolom, hogy ez egy interaktív fórum, és nagyon örülnék. És azt mondom, hogy jött kettő is. Gabi, moderáljátok ti a kérdéseket, vagy... Igen, köszönjük szépen az előadást. Anna, megnéznéd a kérdéseket? Én látom őket. Látod? Persze, mi az a minimális ellenanyag szint, amitől már javasolják a harmadik oltás felvételét, ezt nem tudom megmondani, ilyen nincs. Ez szerintem egyéne válogatja. Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy. Ha alacsony az ellenanyag szintünk, és rávoltunk, akkor adunk az immunrendszerünk még egy löketet, magasabb lesz. Ha magas az ellenanyag szintünk, akkor pedig igazából teljesen mindegy, mert maximum még magasabb lesz. Tehát azt hiszem, hogy ez Bea majd lehet, hogy ebbe is kijavít, vagy erről is fog beszélni. Én azt gondolom, hogy ilyen, hogy túl magas antitest szint ebben az esetben nincsen. Én inkább az immunrendszer, még egyszer mondom, az újbóli serkentését és újbóli ébresztésért miatt tartom fontosnak ezt a harmadik oltást. Aztán lehet-e érdemes-e keverni az oltásokat, vagy két Pfizer után a harmadiknak, mint mondjuk kínait felvenni. Azt kell mondjam itt, hogy itt alapvetően két olyan tényt ismerünk, ami biztos. A vektor, ha valaki két vektor típusú vakcinát kapott, akkor a harmadik típusú, vagy a harmadik oltás nem lehet vektor típusú, mert ott már a szervezet maga vektorvírus ellen is védekezik. Tehát azt gondolom, hogy aki Astrát vagy Sputnikot kapott, ott mindenféleképpen mondjuk egy RNS vakcina javasolt a harmadik oltásnak. A másik, a Sinopharm kínai vakcinával kapcsolatban, én ott nem javaslom a harmadik oltásnak szintén a Sinopharm felvételét. Én inkább azt mondanám, hogy két Sinopharm után szintén egy Pfizer oltást kéne kapni, ugyanis erre már irodalmi adat és irodalmi tanulmány is van, hogy a két Sinopharm után egy Pfizer nagyon erősen meg tudja dobni az antitest szintet és a védettséget, tehát ezt mindenféleképpen, de egyébként szerintem, hogy alapvetően stratégiába, majdhogy nem technológiába és célba az S-fejlét tartom az oltás, az összes ICM simán lehet keverni. Van-e statisztikai kimutatás a vakcinák hosszú középtávú mellékhatása? Igen, akkor mi? Nincs. Hosszú távú mellékhatásról biztos, hogy nincsen, de azt gondolom, hogy ezt, hogy nincs is, vagy nem is lesz. Erre én mindig azt szoktam mondani, hogy ha elmegyünk a kardiológushoz, és a kardiológus azt mondja nekünk, hogy hát öreg, a szívedre kéne gyógyszert szedni, és képzeld-e, van egy új készítmény, most jött ki a piacon, ezt szed, és fölírja a felhőbe vagy a recept, akkor mi minden további nélkül elmegyünk a patikába, kiváltjuk, és beszedjük, mert ezt mondta a kardiológus. Senki nem kezd el gondolkodni azon, hogy egyébként van-e neki hosszú vagy középtávú mellékhatása annak a gyógyszernek, mert miért ne lehetne. Tehát azt hiszem, hogy ebben az esetben az oltások tekintetében is nem kell ezen gondolkodni. Mindenben megvan a rizikó, de ugyanígyben van egy közönséges patikában megvásárolható gyógyszerbe is, még egy táplál kiegészítőbe is, hogy bármilyen megvan rizikó. Itt most ilyen például nem erre kell gondolni, itt a járvány leküzdésre, az ember életek megmentésébe kell gondolkodni. Van egy még egy kérdés, antigén gyors tesztek mindennapi használata a betegeknél, mennyire lehet jó megoldás kiszűrni a pozitív betegeket? Ez egy nagyon jó kérdés, egy pár hónap ezelőtt azt mondtam volna, hogy semennyire. Most azonban azt gondolom, hogy a delta variáns következtében lehet, hogy az antigén teszteknek az érzékenysége egy kicsit más formát ölt. Erre sem tudunk biztosan statisztikai adatok mondani, csak tapasztalati úton mondom, mert a delta variáns ugye nagyon gyorsan replikálódik, ahogy mondtam, itt a nazofaringális, tehát a felső légúti régióban, és nagyon nagy mennyiségbe ürül a vírus. Tehát elképzelhető, hogy azok az antigén gyors tesztek, amik esetleg nem voltak az előző hullámok során generált a törzsekkel szemben elég érzékenyek, az mondjuk most a delta variáns esetében az lesz, mert nagyon nagy, de miért mondom, nagyon-nagyon nagy mennyiségű vírusra állunk szembe, amikor ez a törzs
ez a variáns fertőz. Tehát mindenféleképpen érdemes. Az a tapasztalat, hogy a tünetek megjelenése előtt egy nappal, és a tünetek megjelenésekor már az antigén gyors tesztek ennél a variánsnál pozitívak, akkor pedig egyértelműen el lehet különíteni a beteget, hogy ne fertőzzön tovább. Tehát mindenképpen fontosnak ítélem meg. Oltás után is el lehet veszíteni a szaglást. Hát ha valakit jó orrba gyűrnek, akkor biztos, de az oltás következtében biztos, hogy nem. Tehát annak semmilyen tudományos és áltudományos és féltudományos és semmilyen magyarázata nincs, hogy oltás után valaki miért veszi szaglást. Nem. Nem. Fertőzéskor persze, de amúgy oltás után nem. Én ezeket a kérdéseket látom most, többet nem. Jó. A vírustól, köszönöm. Bocsánat, igen, a vírustól, oltás után, a vírustól el. Attól el. Tehát igen, ez egy nagyon érdekes dolog, az én egyik kollégám, ő két Sputnikkal volt oltva, most fertőzött, múlt héten derült ki róla, vannak tünetei is, nem durva tünetei, tehát itt tehát két dolog beizősült, egy, hogy az oltás következtében elkapható ugyan, de kettő, enyhébb tünetekkel átvészelhető, három, szaglásvesztés volt nála, tehát itt egészen első kézből tudok jelezni, hogy igen, el lehet veszíteni oltást és a szaglást. Köszönjük szépen Jakab Ferenc professzor úr előadását. A következő előadónk dr. Oroszi Beatrix. Ő a Semmelweis Egyetem epidemiológiai és szürveillance központ megbízott igazgatója, Innovációs és Technológiai Minisztérium járványmatematikai és epidemiológiai projekt vezető orvos epidemiológusa. Felkérem dr. Oroszi Beatrixet előadásának megtartására. Nem hallunk semmit, Bea? Szeretettel köszöntök mindenkit, és igyekeztem megosztani a prezentáció szlájdjait. A kérdés az, hogy látszanak-e a szlájdok, vagy látszik-e a szlájd? Igen. Meg, akkor már csak annyi, hogy vetítésre állítok. De tulajdonképpen, hát Jakab Ferenc szinte mindent elmondott, úgyhogy nekem csak annyi dolgom van, hogy hozok még néhány adatot és ábrát is, alátámasztandó ezeket az üzeneteket, amiket az előző előadásban már meghallgattunk. Magunk, illetve témákról annyit, hogy nagyon röviden elmondom, hogy kik vagyunk, és mit dolgozunk mi ebben a járványban. Utána hozok néhány adatot, evidenciát arról, hogy kell készülnünk a negyedik hullámra. Pici járványügyi helyzet értékelést is adok, és aztán egy kockázat értékelést. Mi az ITM, az Innovációs és Technológiai Minisztérium járványmatematikai és epidemiológiai projektjében tevékenykedünk, tavaly márciusa óta. Rözs Gergely matematikus vezeti a matematikai modellezés csoportot, én az epidemiológiai csoportot, és segítjük a döntéshozatalt azáltal, hogy összegyűjtjük a legjobb, legfrissebb evidenciákat, és azt gondoljuk, hogy tényleg ez a dolgunk, hogy első kézből tájékoztassunk akár döntéshozókat, vagy akár olyan szakembereket, laikusokat, akik saját maguk meg kell, hogy hozzák a döntéseket, de nem mindegy, hogy valid, valós információkra támaszkodnak, vagy pedig álhírekre és téves információkra. Ugye az első kérdés, hogy akkor lesz a negyedik hullám. De tudjuk, hogy a járványvédekezésben jobbak vagyunk, mint az előző hullámok esetében. Például van védőoltásunk, ami egy nagyon-nagyon jó fegyver, de azt is tudjuk, hogy a vírus változott, gyorsabb terjedési képességű, súlyosabb megbetegedést képes okozni. Ugye az a kérdés, hogy ez a két fontos változó, ez hogy fogja egymást kiegyenlíteni. Egy különös aggodalomra okot adó variánsok, így nevezi az Egészségügyi Világszervezet azokat a variánsokat, amelyek kiszelektálódtak az elmúlt időszakban, és képesek voltak járványosan terjedni. Ebből is most leginkább a delta variáns az, ami bennünket foglalkoztat, ugyanis azt gondoljuk, hogy ez az, ami képes egy negyedik járványhullámot elindítani Magyarországon is, és hogy erre föl kell készülni. Amit látunk, az az Európai Uniós országoknak a térképe, ahonnan gyakorlatilag egyértelmű, hogy az országok, Európai Uniós országokban már a delta variáns a domináns, tehát a megbetegedések túlnyomó többségének a hátterében ez áll.
Vannak figyelmeztető nemzetközi példák. Nézzük Egyesült Államokat. Az Egyesült Államokban az átoltottság egy picit magasabb, mint Magyarországon, de nagyon hasonló, és ennek ellenére el tudott indulni egy negyedik hullám. Floridában a kórházban kezeltek száma kétszeres annak, mint ami a második hullám csúcsán volt. Texasban eléri a második hullám csúcsát, tehát itt vannak a kórházi kezelések, itt látszik Floridának az ábráján, hogy talán most csúcsosodott, de egy jóval nagyobb negyedik hullámuk van, mint ami a korábbi volt, annak ellenére, hogy magas az átoltottság. Nagyon sok helyen visszaállítják a beltéri maszkhasználatot, és hát ami még nagyon fontos tanulság, hogy a gyermekek érintettsége magasabb, mint bármikor korábban. Azt tudjuk, hogy a 12 éven aluliak nem is kaphatnak vakcinát, és a 17 éven aluliak között is alacsony az átoltottság, sajnos Magyarországon is. Gyerekkórházak sajnos ezt az Egyesült Államokban komolyan megérezték, vagy megérzik, mert tele vannak. Másik tanulságos ország az Egyesült Királyság. Itt már sokkal magasabb az átoltottság, mint Magyarországon, legalább 10%-kal, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy elindult egy negyedik járványhullám. Ez a csúcs, ez a futball Európa bajnokságnak volt köszönhető, de ezt követően is még mindig emelkedik az Egyesült Királyságban a megbetegedések száma, ez is már a delta variáns. Gyakorlatilag most már a kórházi kezelések is növekednek, ami azt jelzi, hogy azért akik oltatlanok, ők nem csak, hogy megbetegedhetnek, de súlyos lefolyású megbetegedésben is szenvedhetnek. Tehát látszik, hogy a lakosság 30%-a oltatlan, kórházban kezelteknek viszont a 60%-a oltatlan, tehát felülreprezentáltak a kórházban az oltatlanok. Japán nagyon röviden, ugye ő olimpiát rendezett, Japán egy bezzeg ország volt, egy mintaország volt a védekezésben, most nagyon felturbozzák a vakcinációs kampányukat, de gyakorlatilag a delta variáns itt is előidézi a negyedik járványhullámot, ami miatt soha nem látott szigorításokat kellett a Szigetországban bevezetni. És hát a szomszéd, Ausztria, ahol szintén hát enyhítettek, lazítottak, amikor ugye a járványügyi helyzet ezt megengedte, most újra szigorítani kényszerülnek, hiszen a delta hullám elindította a negyedik járványhullámot náluk is. Tehát ennyi figyelmeztető példa után, ugye az a kérdés, hogy ez a delta variáns mit tud, mi az, ami miatt ennyire félünk tőle, vagy ennyire meg kell ijedni tőle, hogy egyrészt sokkal gyorsabban képes terjedni, mint a korábban domináns alfa, ami már ez is sokkal gyorsabban terjedt, mint a korábbi wuhani. Tehát, hogy ez a vírus már nem az a vírus, mint ami elindította a pandémiát, megváltozott, és egy sokkal gyorsabb terjedési képességű lett. Ugye a vírus terhelés ezerszer nagyobb a delta esetén, akár ezerszer nagyobb is lehet, mint alfa esetén, legalább kétszer gyorsabban terjedhet, mint az eredeti vírus törzs. Ugye erről már beszélt Jakab professzor is, hogy a fertőzés esetén sokkal magasabb vírusszám alakul ki az orgaradban. És a súlyosságról is most már vannak adataink, valós adataink, hogy a kórházi kezelések sajnos gyakrabban fordulnak elő, és amit még tudunk, hogy az újra fertőződés kockázata is magas, mert az ellenanyagok neutralizációs aktivitásában csökkenés tapasztalható. Ja, hogyan védekezhetünk a koronavírus ellen? Hát úgy, hogyha valamilyen védettségre teszünk szert, ezt vagy úgy szerezhetjük meg, hogyha átesünk a fertőzésen, ugye erről már beszélt Jakab professzor, hogy ez nem tart sokáig sajnos ez a védettség, vagy beoltatjuk magunkat. Ez is csökken idővel, de ez lassabban csökken, mint a védettség. És hát ugye, ha elég sokan beoltatják magukat, akkor nem csak a közvetlen hatását élvezhetjük a vakcináknak, hanem az indirekt védelmet is, ezt nevezzük nyálimmunitásnak. Tehát, hogy az indirekt védelmet egy picit jobban megértsük, ugye itt van egy személy, aki nem immunis, tehát nem védett, és hogyha körbeveszik olyanok, akik be vannak oltva, akik védettek, akkor hiába van itt egy fertőző személy, gyakorlatilag az immunizáltak indirekt védelmet nyújtanak annak is, aki nem oltatta be magát, aki nem védett a fertőzéssel szemben. Míg a direkt védettség az ugye annyit jelent, hogy van egy fertőző személy a populációban, és ha oltottak veszik körül, akkor ő nem tudja senkinek továbbadni a védettséget. Hogyha nagyon sokan beoltatnák magukat, akkor mondhatnánk azt, hogy hát van egy-két nem védett a populációban, aki nem oltatta be magát, de hát ugye az oltottak, a védettek megvédik.
Na most ahhoz, hogy ez a nyájimmunitás kialakuljon, és az oltatlanok nyugodtan aludhassanak, amiatt, hogy ők nem oltatták be magukat, ahogy ugye el kellene érnünk ezt a szintet. Ez a bizonyos nyájimmunitási határérték. Ugye a delta variáns esetében, aminek nagyon magas ez a bizonyos R érték, a reprodukció száma, gyakorlatilag a lakosság 80-87%-ának immunisnak, védetnek kellene lennie ahhoz, hogy a maradék mondjuk 13-20% nyugodtan aludjon. És ugye ehhez még az kellene ráadásul, hogy ennyi ember be legyen oltva olyan vakcinával, amelyik 100%-ban hatásos. Most ilyen vakcinánk nincs, tehát nagyon-nagyon magas átoltottságot kellene elérnünk a delta ellen, ahhoz, hogy a védett populáció meg tudja védeni azokat, akiknek nincs védettségük. Hát ugye mi Európában szerintem jó helyzetben vagyunk, hogyha megnézzük, elég jól hozzáférünk a vakcinákhoz. Ugye gyakorlatilag a lakosság 67%-a oltott, és a többsége, nagyobb része két oltással oltott. Ugye vannak olyan területei, olyan régiói a világnak, szubszaharai Afrika, Dél-Ázsia, de nem EU-s tagállam Európát is nézve, ahol sokkal rosszabb helyzetben vannak, nem jutnak hozzá az oltóanyaghoz, nem tudják beoltatni magukat. Mi be tudnánk oltatni magukat? Kérdés, hogy tesszük-e. De itt jobb oldal látszik, az Európai Uniós tagállamok hogyan állnak. Ez a sárga vonal jelzi Magyarországot, lehet, hogy kicsit, de nem csúszott el, ugye 64,8% a mi átoltottságunk. Ezt, hogyha megnézzük mondjuk Máltát, ugye 94% fölött van, 30%-kal magasabb átoltottsággal, de itt több ország is 80% fölött van már, Belgium, Izland, Írország, Portugália, tehát Magyarországon magas az átoltottság, de ez már csak a középmezőnyre elég, és bőven nem vagyunk a nyájimmunitási küszöb alatt. Tehát azok, akik nem védettek, azoknak van aggódni valójuk, mert hiába van ilyen sok védett a populációban, nem védi meg a nyájimmunitás, nincs nyájimmunitás, nem védi meg őket a populációs immunitás jelen pillanatban a deltától. De mit tud jelen pillanatban a vakcina a delta ellen? Erre is vannak már adataink. A megbetegedési gyakoriság az 8-szor ritkább azoknál, akik beoltották magukat, tehát előfordulhat, de 8-ad része a kockázata azoknál, akik beoltatták magukat, mint akik nem, ott 8-szoros a kockázat, ami óriási. Ha megnézzük a kórházi kezeléseket, ott már 25-szörös a kockázata az oltatlanoknak arra, hogy kórházba is kerülnek, és szintén 25%-os a kockázat növekedés az oltottaknál, ugye a zöld az oltatlan, a kék az oltott, de látszik, hogy az oltatlanok sokkal gyakrabban kerülnek kórházba, ez szignifikánsan nagyobb gyakoriság, és ezek tényadatok az Egyesült Államokból, ezt tapasztalták, hogy bár az oltottak közül is előfordulhatnak súlyos megbetegedések, sőt, halálozás is, de sokkal ritkábban, 25-ször ritkábban, mint azoknál, akik nem oltatták be magukat. Tehát a védoltás véd a megbetegedés és a súlyos lefolyás ellen is. Hazai járványügyi helyzet nagyon-nagyon röviden. Nem tudom, hogy kifutok-e az időbe, talán még van egy pár percem. Hát ugye itt két járványgörbét látunk, a 20-21-es narancssárga idei járványgörbét, és a kékkel a tavalyit. Hogy tavaly mi történt? Ugye, ami feltűnő, hogy a narancssárga az följebb van, mint a kék, azaz az idén-nyáron sokkal magasabb esetszámokat láttunk, mert eddig is, mint tavaly. Tehát eleve rosszabb járványügyi helyzetből indulunk, dacára a magas átoltottságunknak, ugye ez már a deltának a számlájára irandó, és az is látszik, hogy tavaly, hát gyakorlatilag augusztus végén, szeptember elején kezdődött el a növekedés, aminek sajnos az elejét már lehet, hogy most is látjuk, tehát ugye még nem igazán látszik az exponenciális növekedés, de az esetszám növekedés igen, de azt látjuk, hogy ha a tavalyi jelenség megismétli magát, már pedig erre jó esélyünk van, hiszen már több hete látjuk a növekedést, akkor gyakorlatilag ősszel berobbanhat a negyedik járványhullám. És ugyanazt látjuk, mint tavaly. Tehát tavaly is gyakorlatilag augusztusban nem volt érdemi védekezés, és a 15-24 éveseknél, akiknek a legmagasabb a kontaktus száma, kezdődött el a fertőzés, és utána a többi korosztályra is áttevődött, az idén ugyanezt a mintázatot látjuk. Most ott tartunk, hogy ezekben a járásokban, amik be vannak keretezve vastagon, ott már növekednek az esetszámok, és ez az ország valamennyi területére kiterjedt, tehát nincs már olyan országrész, ahol egy-egy járás van, de már megye, régió nincs, ahol azt mondhatnánk, hogy nincsen jelen a vírus, és ez a vírus ez nagy valószínűséggel a delta variáns. Az eltoltottságunk magas, de nem elég magas.
a két oltásban részesült személyeknek az aránya 60%, a 12 éven felülieknél. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy a 12 éven felüliek 40%-ának nincs védőoltása, lehet, hogy átvészelte korábban egy részük a fertőzést, de csökkenő immunitással lehet, hogy újra fogékonnyá válik, és a 12 éven aluliak pedig gyakorlatilag védtelenek, mert sem oltani nem lehet őket, és mivel ők gyakorlatilag az elmúlt időszakban otthon voltak, nem jártak iskolába, vagy csak az alsósok jártak iskolában, nem volt körülbelül sok fertőzés, nem eshettek át. Tehát kontaktus szemnövekedés szeptemberben az iskola és a munkahelyek miatt lesz. Új variánsunk, a delta variáns már itt van az országban, az átoltottság nem elég magas, ráadásul egyenlőtlenségek is vannak, és az egyéni védekezés jelen pillanatban szinte nulla, az emberek nem hordanak maszkot, és nem tartanak távolságot. Innentől kezdve a negyedik járványhullámnak a berobbanása sajnos borítékolható. És hát a kockázata az általános népességnek ugyan kisebb, de aki részlegesen oltott vagy oltatlan, annál a fertőződés valószínűsége magas. Tehát aki nem védett, az a deltát el fogja sajnos kapni, és ha el fogja kapni, akkor a súlyos lefolyás valószínűsége magasabb, mint azoknál, akik be vannak oltva. A sérülékeny csoportoknál, még a teljesen a két dózisan oltottaknál is azt mondjuk, hogy közepes a kockázat, és ezért nekik javasoljuk mindenképpen a harmadik dózis. Aki pedig sérülékeny, tehát idős, krónikus beteg és részlegesen oltott vagy oltatlan, ott nagyon-nagyon magas a kockázat a fertőzésre, a súlyos lefolyásra és a halálozásra is. És akkor még nem is beszéltem a post-covid szindrómára, de az időhiányában nem is fogom. Összefoglalva, itt van a delta variáns, ami terjed, gyorsabban terjed, súlyosabb megbetegedést okoz. Tehát mindenkinek azt javasoljuk, hogy oltassa be magát, és viseljen maszkot a nyilvános helyeken, hogy védje magát, és csökkentse a delta variánsnak a terjedését, illetve a további veszélyes variánsok kialakulását és kiszelektálódását, mert mindannyian, mi magunk tehetünk azért, hogy a pandémia minél előbb véget érjen. Mert hogyha ezt nem tesszük, akkor gyakorlatilag a világ, illetve az ország egymás után járványügyi katasztrofák sorozata elé néz, és azt gondolom, ebben egyetértünk abban, hogy ennek a járványnak, ennek a világjárványnak most már éppen ideje véget vetni. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen dr. Oroszi Beatrix sok információt nyújtó előadását. Kérdéseket látod, Bea? Illetve egy újat látok. Mindjárt mondom is. Van egy a vírustól, mert a post-covidot szeretnénk hallani. Azt a következő előadásban fogjuk érinteni, úgyhogy szerintem akkor ezen túl is léphetünk most. Köszönöm. Jó, nagyon szépen köszönjük az előadást. A következő előadónk Gellér László professzor úr, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika invazív kardiológusa, egyetemi tanár, a Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Bizottságának az elnöke. Felkérem Gellér László professzor urat, hogy tartsa meg az előadását. Tisztelt hallgatóság, és köszönöm szépen a megtisztelő felkérést. Most nem tudom, valami bujkál bennem, remélem nem a delta variáns, de valahogy most nem érszem magam, de mindegy. A lényeg az, hogy hát hogy kell ugye egy kardiológus ebbe az egész történetbe. Azt mondja, hogy share. És akkor ugye onnan folytatnám, hogy ugye kardiológiai vonatkozások. Tehát most azon tudjában belemennénk, a lényeg az az talán, hogy már viszonylag korán az első vizsgálatokban Kínában leírták, hogy ugye egy troponin emelkedést találtak a betegeknek, a hospitalizált betegeknek a nagy részében, ahol alapvetően valami, tehát az volt a gondolat kezdetben, hogy mivel ugye ezek a szívizomsejtek, azok tartalmazzák azokat az úgynevezett angiotenzin konvertáz enzim 2-es típusú receptorokat, ugye amelyekre ez a vírus kötődik, ezért egyfajta direkt miokardiális hát hatást gondoltak. Most ezt tulajdonképpen meglepő módon a legújabb vizsgálatok sokkal kevésbé támasztják alá, és hát inkább ezt hangsúlyoznám ki, hogy ez a végül is ennek az általános gyulladásnak tűnik, leginkább hangsúlyozom, nem minden esetben, mert akkor fulminás szívizom gyulladásokat is leírtak, de az esetek egy részében tulajdonképpen ez az általános gyulladásos állapotnak a részeként értelmezendő, és hát itt van az alján, hogy inkább tehát nem ez a direkt célszerve ennek a vírusnak, hanem egyfajta bystander
infekcióként van tulajdonképpen jelen. Ugyanakkor ez a bizonyos miokardium károsodás, amit ugye a troponin szint emelkedése tükröz, ez igazából ugye együtt jár a klinikai súlyossággal, illetve a mortalitással is együtt jár, és tulajdonképpen ilyen módon, tehát minél magasabb a troponin emelkedés, annál általában súlyosabb eseteket látunk, illetve általában a mortalitás is annál súlyosabb tud lenni, illetve, és hát ilyen módon tulajdonképpen a troponin az egyfajta klinikai markerként tud szerepelni, amelyiket használni tudjuk bizonyos értelemben a betegek hát osztályozásában is. Ugyanakkor egy másik fontos dolog, hogy önmagában a troponin, azt is igazolták, hogy ugye nem volt eléggé alkalmas arra, hogy a szívizomsérülést jellemezze, a magasabb troponin szintek esetén is tudott praktikusan megtartott szívizomfunkciót találtak. Abban az esetben viszont, hogyha az echokardiográfiás vagy bármilyen képalkotó eljárás során ugye csökkenő balkonra funkciót, illetve hát hegesedést akármit találtak, ebben az esetben ugye ez prediktív volt a mortalitásra is. Most a következő kérdés, ugye, ugye megint csak a képalkotás kérdés, ugye melyik képalkotó eszköz az, amelyik ugye a leghatékonyabb, ugye az ilyen szívizomgyulladásokra, hát az a szívemer. Ugye voltak olyan, tehát maradjunk annyiban, hogy a kezdetben ugye az igazi miokarditis szívizomgyulladásnak az akut szakban a jelenléte a post-covid, vagy a covidos betegekben úgy tűnik, hogy olyan 1% körüli, azonban ugye vannak a gyógyulás után bizony voltak olyan vizsgálatok, amelyek viszonylag magas százalékban, tehát olyan MR-rel végzett vizsgálatok, volt egy német vizsgálat, amelyikben több mint 70%-ban találtak valamiféle heget. Ezt szeretném hangsúlyozni, ezt nagyon sok más vizsgálat nem erősítette meg, mi is végeztünk ilyen vizsgálatot a Várospolicai Klinikán, és mi ugye például sportolókban, tehát post-covidos sportolókban, tünetes post-covidos sportolókban 1% alatti szívizom károsodásra, hegesedésre utaló jelet találtunk, tehát úgy tűnik, hogy ez a szám ez messze nem olyan magas. Most ugye tulajdonképpen ez a sportoló dolog, ami most az előbbi mondatomban is előtt, azért lehet talán fontos, mert nyilván ez a sportoló hát társaság, az ugye pont egy olyan csapat, aki még jobban ki van téve ugye a fokozott fizikai stressz, pszichés stressz, stb. Révén bármilyen szívizom elváltozás esetén a hirtelen halál valószínűsége nyilvánvalóan megnőhet, és ugye pontosan ezért találtak ki ugye erre a páciens csoportra mindenféle olyan algoritmusokat, amelyekkel az esetlegesen lezajlott COVID infekció után vissza tudnak térni ugye a sportba. Így például ugye azt lehet mondani, hogy abban az esetben, hogyha ebben a csapatban tünetes betegeknél a troponin emelkedés esetén ugye kóros szív-MR vizsgálati eredményt találtak, akkor tulajdonképpen a miokarditis guideline alapján ugye 3-6 hónap, sok mindentől függen 3-6 hónap eltiltást javasoltak ugye az aktív sporttól, mindazonáltal ugye itt lehet olvasni, hogy ezekben az atlétákban 0,6%-ban találtak miokarditiszt, és ahogy az előbb említettem, a mi vizsgálatunkban, ahol Vágó Hajnak a doktor és munkatársai több mint 200 sportolót vizsgáltak, meg ott is nagyon hasonló 1% alatti miokarditiszre utaló MR eltérést találtak. Most itt van ez a long COVID kérdés, ami az előbb már felmerült. Az egyik legnagyobb problémája úgy tűnik a COVID-nak, és ezért is hát valamilyen módon úgy érzem, hogy két ilyen virológus kitűnő kolléga mellett talán lehet szerepem, az, hogy a long COVID-nak a tüneteivel nagyon gyakran kardiológusként találkozunk. Ugye tulajdonképpen itt lehet látni, hogy fennmaradó kardiopulmonális és neurológiai, és még a neurológusok egyébként, akik ebben benne vannak, tehát ilyen tulajdonképpen kardiopulmonális és neurológiai szimptomák vannak, ugye a fáradtság, a fulladás, mellkasi fájdalom, ugye az autonóm idegrendszernek a nem megfelelő működése, és tulajdonképpen majd fogunk mutatni erre számokat, hogy meg lehet itt látni, hogy 60-80% a betegeknek egy bizonyos vizsgálatban 50 nappal a COVID-fertőzés után valamilyen reziduális szimptomáról beszámolt, és gyakorlatilag még azokban is, akik nem kerültek kórházba, itt lehet olvasni, hogy 35%-a
a betegeknek több mint 2-3 héttel a kezdeti fertőzés után tulajdonképpen panaszokról számolt be, de ez egyébként még tulajdonképpen majd mutatok más számokat, mert ez még rosszabb is lehet. És hát ugye melyik az, amivel nagyon gyakran találkozunk, és amivel tényleg viszont a jelenleg a kardiológiai rendelők nem kevés része, hát nem azt mondom, hogy tele van, de mondjuk nagyon gyakran látunk ilyen betegeket. Ez a bizonyos, ezt úgy hívják, hogy posztural ortosztatik tahikardia szindróma, ami tulajdonképpen valamiféle ilyen inappropriét szinusz tahikardia, tehát a normál szinusz ritmusnak egy valamiféle felgyorsulásából áll, de ez olyan szintre tud jutni, és ezt ugye direkt összefüggést találtak ugye ennek a neurális mediációja és a vírus között. Tehát olyan szintre tud ez jutni, hogy gyakorlatilag a beteg alig tud valamit csinálni. Volt olyan páciensem, aki a WC-ig alig tudott, fiatal hölgy, 20 éves fiatal hölgy, a WC-ig alig tudott kimenni, és sírva jönnek, hogy valamit csináljunk, és hát nem tagadom, hogy a válasz nem egyszerű ezekben az esetekben. Ugye itt lehet néhány választ olvasni, ugye a beta-blokkók, illetve az ivabradin, illetve hát ezek a preduktálszerű gyógyszerek lehetnek még adott esetben alkalmasak ezekben a helyzetekben. Most itt ebben nem mennék bele az időhiányban, mert nálam sokkal szakadottabb emberektől hallhattuk, hogy mi a helyzet a világban ma, illetve mi a helyzet Magyarországon, ugye láthattuk az ábrákat az előbb. Tehát a lényeg az sajnos, hogy amit a professzor, illetve a tanárnő is elmondott, hogy sajnos kopogtat az ajtónkon, és látjuk ezeket az esetszám növekedéseket, ami mindenképpen arra utal, hogy ezzel a problémával sajnos továbbra is foglalkoznunk kell, és nagyon jó lenne, hogyha elfelejthetnénk, mert nagyon nagy terhet jelentett ez eddig is a mindennapi ellátásban, a beteg ellátásban, de sajnos úgy tűnik, hogy nem fogjuk még elfelejteni, és hát foglalkoznunk kell ezzel az egész ügyel. Na most a másik, amit a tanárnő említett, Orci tanárnő említett, hogy a fiatalok kérdésköre. Tehát nagyon érdekes az, hogy a halálos szív komplikációk is bizony a fiatalokban tulajdonképpen nagyobb számban jelenhetnek meg, és meglepő módon ez a delta változat, ez úgy tűnik, hogy gyakrabban vezet miokarditiszhez, és úgy tűnik, hogy ugye itt lehet látni, hogy volt olyan vizsgálat, ahol 1 millióból, tehát ilyen extrapoláltan, ugye 450-re hát becsülték a potenciálisan szívizomgyulladással rendelkező pácienseknek a számát, illetve itt lehet olvasni egy másik vizsgálatot, ami 14.012 és 17 év közötti COVID-19 fertőzött fiatal eredményt dolgozta fel, ahol megint csak a miokarditisz férfiaknál egyértelműen gyakrabban, itt lehet látni ezt az abszaktot, találta meg. És nagyon érdekes az, hogy volt azzal kapcsolatban is ugye adat, hogy bizonyos vakcinákat is összefüggésbe hoztak miokarditiszekkel, hallhattunk ilyen izraeli adatokat, és ugye itt ez a vizsgálat, ami néhány, tehát nem régen lett publikálva, és ugye ebből egyértelműen az derült ki, hogy ugye fiatal férfiaknál 6-szor olyan valószínű, hogy miokarditisza legyen, hogyha elkapja a vírust, mint akkor, hogyha a vakcináció történik. És akkor megint tulajdonképpen nagyon érdekes kérdés, hosszú COVID, long COVID és gyerek. És tulajdonképpen meglepően, illetve tulajdonképpen ez egy picit drámai szerintem, hogy ugye egyre több tünetmentes COVID-19-ben szenvedő gyerek és tínédzser tapasztal hosszú távú hatásokat, bizony sok hónappal az első megbetegedés után is, és nemrég voltam egy műsorban, egy ilyen tévéfelvételen, ahol egy kerékpár versenyző jött be, és azt mesélte el, hogy igazából maga a fertőzés gyakorlatilag átment rajta nagyon, tehát egy pici náthának tűnt az egész, ugyanakkor voltak tünetei, és utána pedig egy hónapokig tart egy kerékpárversenyzőnél, gyakorlatilag a biciklire nem tudott felülni heteken keresztül, ennek a fiatal verseny, nagyon ígéretes versenyük az élete a kerékpározás, nem tudott felülni a kerékpára, mert szédült, nem mozgott a lába, leesett róla szinte, tehát valami olyan elképesztő post-covid szindróma volt egyébként egy makkegészséges fiatal sportolónál, ami hát mindenképpen drámai. És akkor ugye mik a leggyakoribb tünetek? Tehát itt lehet látni a fiatalokban is,
ugye fejfájás, izomfájdalmak, fáradtság, szívdobogás, amit az előbb említettünk, emésztőrendszeri problémák, hányinger, szédülés, görcsök, memóriavesztés, halucináció, ízek elvesztése, szagok elvesztése, zsibbadás, amit az előbb említettem, hogy szinte mozgásképtelenné vált ez a fiatal sportoló is, és hát gyakorlatilag ugye ebből következik az tulajdonképpen, hogy ha ugye a memóriavesztés van, meg egyáltalán az egész állapotunk ilyen rendkívüli módon befolyásolt a vírus által, nyilvánvalóan a koncentráló és tanulási képesség rendkívül le tud csökkenni. Most ebben nem is mennék, ja, itt van egy másik vizsgálat, már csak néhány adat, tehát ez egy 130 beteget, fiatal, tehát gyermeket vizsgáltak meg, és ugye itt lehet látni, hogy tehát 75%-ának volt az akut COVID során szimptomája, és akkor itt lehet látni a számokat, hogy viszonylag, tehát itt a ugye alvásképtelenségre, valamilyen légzőszervi problémák, ugye ordugulás, fáradtság, izomfájdalmak és ízületi fájdalmak voltak viszonylag hosszabb időn keresztül is. Ugye itt lehet látni, hogy volt, tehát 42%-a a fiatal gyerekeknek 120 nappal a diagnózis után is valamiféle panaszról számolt be. Tehát összességében azt lehet mondani, itt lehet látni, hogy panaszokat most nem mennék bele, és hát tehát ez a lényeg, hogy sajnos, amit korábban gondoltunk, hogy a gyermekek azok úgy esnek át ezen a fertőzésen, hogy tulajdonképpen minimális szimptomák és könnyedén és stb. Ez nem igaz, ez sem igaz, és hát ez nagyon komoly kérdéseket vet föl, ugye mindkét előttem szóló előadó említette, hogy 12 év alatt jelenleg nincsen oltás, illetve nincsen vizsgálat, és hát nem voltunk 12 év alatt, és hát úgy tűnik, hogy ezt a csoportot is nagyon komolyan érinti ez a probléma. Jelenleg erre nincsen bevett gyakorlat, nincsen ajánlás szintű probléma. Úgyhogy arra, hogy mi a megoldás, az nem egy könnyű kérdés. Én azt gondoltam itt az előadások után, amiket az előbb hallottam, ezt nem mutatom meg, de ez egy mai, itt mutatom, itt, ez egy, tehát ma 17.38-kor találtam a gazdaság ezen az újságon, hogy ugye azt mondja, hogy a delta variánssal szemben, ez egy legfrissebb mai publikáció, állítólag, de magát a publikációt nem találtam meg, hogy állítólag a delta variánssal szemben nagyon védelme lehet annak, aki már átesett a koronavíruson, mint annak, aki két Pfizer oltást kapott. Ezt nem tudjuk. Minden esetre úgy tűnik, hogy a Pfizer oltás, ahogy azt a tanárnő is mondta, de a professzor is mondta, tehát az oltások önmagukban azok, amelyekkel talán ezt a tényleg komoly terhet, és nem csak a betegekre nézve, az egészségügyi ellátórendszerre nézve is rendkívül komoly terhet jelentő problémát, hát valahogy uralni tudjuk, vagy túl tudjunk rajta jutni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen Gellér László professzor úr előadását. Kérdéseket nézzük még meg. Ja, nézem, pillanat. Az a baj, valaki fel tudná, és nem látom. Várandós nőkre és magzatra vonatkozó kardiológiai adatokat tud-e mondani a professzor úr? Hát ez egy nehéz kérdés. Azt tudjuk, hogy nálunk ugye voltak covidos édesanyák, akik hát nagyon súlyos covidos állapotba kerültek, és én úgy tudom, hogy a magzatok azok nem voltak covidosak, amikor megszülettek, de hát nyilván tehát a várandóság során, tehát most a szülés kapcsán mondanám ezt, a várandóság során oltás adható, ezt tudjuk, és adjuk is, és adtunk is. Nem tudom még, mire gondolt a kérdező, de talán ezt a két dolgot mondanám, tehát ott is lehet oltani, és oltani kell ezeket az édesanyákat, hogy lehetőség szerint ne kapják meg. Igen, következő kérdés, ha van még? Több kérdés most nincsen. Akkor köszönöm szépen. Köszönjük szépen az előadást. Felkérném dr. Svéd Tamást. Ő a Magyar Orvosi Kamara titkára és az Országos Traumatológiai Intézet anesztintenzív terápiás szakorvosa.
Kérem, tartsa meg előadását. Kívánok mindenkinek. Minden a türelmet már is megkísérlek megosztani a képernyőt. Mert csak a diavetítést kellene tudnom elindítani, de másodperc. Ez most miért? Amúgy látszik a képernyő, ugye? Mert akkor valamilyen oknál fogva ez még... De látszik a képernyő. Jó, akkor. Csak nagyis ki. Próbálom, mert eddig takarta itt a... És most talán. Rendben. Köszönöm szépen, és köszönöm a türelmet mindenkinek, meg mindenkinek, aki most még így az esti órákig kitartott. Én nem mint anesteziológus kaptam ezt a meghívást, legjobb tudomásom szerint, tehát nem a szakmámat képviselem elsősorban, hanem a Magyar Orvosi Kamarát. És ennek titkári minőségében én ezt az előadást egy ordas dicsekvéssel szeretném elindítani. Az történt, hogy én valamely jogból az elmúlt időkben végignéztem a kamara elmúlt másfél-két évi kommunikációját így a vírushelyzet kapcsán, és arra jutottam, hogy csodálatosan teljesítettünk. Alapvetően az orvosi kamarának az esetek 90-95%-ában igaza volt. Bölcs tanácsokat adtunk a védekezéssel, a maszkviseléssel, lezárások időzítésével kapcsolatban, később még az oltások kérdéseiben is, mind a laikusoknak, mind a fölfelé az operatív törzs és a kormány felé ezt közvetítettük. Nem nagyon voltak ordas marhaságok abban, amit én így visszanéztem. Néha kicsit elcsúsztunk, esetleg időben túl korán vagy túl későn voltunk, de hatalmas hibák nem történtek, én nagyon-nagyon büszke vagyok magunkra. Ezen öntömjézés után egy kicsit talán diszonásnak hat az, hogyha a következő gondolat arról szól, hogy milyen nem volt mindezen időszak alatt a Magyar Orvosi Kamara vezetőségének. Nos, nem volt, és most sincs köztünk virológus, infektológus, vakcinológus, kutató biológus, van helyette belgyógyász, fülorgégész, ortopédus, néhány anesteziológus, foglalkozás egészségügyben szerint fogorvos is, valamint még egy katasztrófa védelmi szakértő, még ő áll a legközelebb ahhoz, hogy valamit valóban tudjon egy járvánnyal kapcsolatos védekezésről. Mindezek következtében még egy fontos dolga nem volt a Magyar Orvosi Kamarának, már főleg a vezetőségnek, önálló gondolata a védekezéssel kapcsolatban. Kvázi laikusokként mi nem gondoltuk úgy, hogy nekünk saját magunknak kellene csodálatos ötletekkel előállnunk, nekünk kellene feltalálnunk a spanyol viaszt, ehelyett ezt a meglehetősen szép találati arányt és a bölcsesség látszott el, az orvosi kamara vezetősége úgy érte el, hogy azt tette, amit egyébként mindenkinek, a miniszterektől és miniszterelnöktől kezdve az operatív törzsön keresztül az utolsó laikusig csak javasolni tudunk. Odafigyeltünk a szakértőkre és meghallgattuk őket. Valamint, ha már mi vagyunk az orvosi kamara, és aránylag messzire elhallatszik a hangunk, még egy dolgot tudtunk érte tenni, kihangosítottuk a gondolataikat. Akkor, amikor bárki tévében, rádióban, újságokban az orvosi kamara vezetőségének valamelyik tagját hajlotta nyilatkozni, tanácsokat osztani, olyankor mi nem a saját véleményünket osztottuk meg, hanem Oroszi Beatrixét, Gellér és Saka professzor úrét, rajtuk kívül még Szakonec Illését, Palus Andrásét, Ferenci Tamásét, és még hosszan sorolhatnám. Szerencsére kifejezetten jól állunk okos, hozzáértő szakemberekből, akik minden ellentétes hozz és időnként komoly ellenszén ellenére teszik a dolgukat és védenek minket, amiért hála és köszönet, de ezt a hálát úgy tudjuk a leginkább kifejezni, hogyha meg is fogadjuk azt, amit ők mondanak. Így viszont, hogy most ezen előadás sorban a szakértők szerencsés módon már előttem megszólaltak, így én nagyon sok minden dolog nem maradt nekem, annyit tehetek még, hogy az időmet lehetőleg jól kihasználva még egyszer megpróbálom őket kihangosítani és elismételni azokat, amik számomra talán ebből a dologból a legfontosabb üzenetek. Nem elsősorban a súlykolás kedvéért, hanem azért, hogy mi ezeket érezzük a legfontosabb továbbadandó gondolatoknak,
és ezeket megpróbáltam felfűzni egy-egy mostanában az interneten talán hangosabbá vált állításra. Az egyik, ami így rendszeresen visszatér, ez a, amit többször is olvastam már, ez a Magyarországon nem lesz negyedik hullám. Hát ez tulajdonképpen mostanra alapvetően igaz, nem lesz, mert már van. Az esetszámok növekednek, a szennyvízben mért víruspartikulumok száma folyamatosan növekszik, és így nem csak a környező országokban, de már nálunk is elindult a negyedik hullám, és mint az az előttem elhangzott előadásokból világos volt, az, hogy milyen magas lesz, és mennyire terhel meg minket, az nagyban attól függ, hogy mi hogyan viselkedünk a továbbiakban, meg a szerencsétől, meg a már adott körülményektől. Elhangzott egy ilyen mondat is, hogy a negyedik hullámban a maszk nem véd. Hát ezt valószínűleg még az az ember se gondolta komolyan, aki annó kimondta, már nem pontosan így értette, ő csak azt szerette volna megindokolni, hogy miért nem hozzák meg még egyelőre azt a népszerűtlen intézkedést, hogy a maszkokat legalább a beltérben ismét kötelezővé tegyék. Úgyhogy mindent egybevetve a otthon hagyott maszk valóban nem véd, szemben azzal, hogyha viseljük, akkor viszont nagyon is, részben minket, részben pedig tőlünk másokat. És itt talán szeretnék egy csúnya saját példát mondani. Én végül is szerencsés birtokosa vagyok két Pfizer oltásnak és egy remélhetőleg még elég magas ellenanyagszintnek. Ugyanakkor kevésbé boldog tulajdonosa vagyok egy szezonális allergiának is, ami azt jelenti, hogy szeptemberben tőlem az várható, hogy a beszedett antihisztamin ellenére rendszeresen tüsszögni, köhögni fogok, az orrom fog folyni, időnként könnyezem. Így az a helyzet, hogy miután nem tesztelnek le minden egyes tüsszentés után, én valójában nem tudhatom magamról, hogy továbbra is csak az allergia tüneteit mutatom el, vagy éppen a megfelelő védettségem mellett, de azért elkapva társadalmi érintkezések közepette a vírust, éppen lábon kihordok egy enyhe tünetekkel járó lambda variáns tünetei sokszor hasonlítanak akár az allergiára is, azaz minden egyes tüsszentéssel esetleg számos víruspartikulumot üdítek magam köré. Így ha én a tömegközlekedési eszközöken mondjuk a maszkot viselem, azt nem is elsősorban talán a saját védelmemben teszem, hanem udvariasságból másokat védek ezáltal, és boldog lennék, hogyha ezt mások is hasonlóan tennék. Hát ez igaziból már szinte unalmas, de mindig újra meg újra feljön, az oltások felvétele kockázatokat hordoz. Ez tökéletesen így van, de mint hallottuk, láttuk most is, és már többször, kisebbet, mint a vírus elkapásának kockázatai. Az egészségügyben bárhol és bármikor akkor ajánlunk egy beavatkozást, hogyha annak az elvégzésének kockázata alacsonyabb, mint az el nem végzésé, márpedig, hogyha, mint ezt oroszi igazgatóasszony előadásában is láthattuk, egy súlyos tünetekkel járó, akár az intenzív osztály meglátogatására kényszerítő vírusfertőzés esélye az oltatlanoknál 25-ször nagyobb, mint az oltottaknál, akkor ez egy nagyon kemény érv arra, hogy az oltások mellett legyünk. Ezt a mondatot alapvetően kedvelem, úgy szól, hogy ami nem öl meg, és nem öl meg, az mutálódik és megpróbálja újra. Ebből azt szerettem volna leginkább kihozni, hogy minden valószínűség szerint, mivel az átoltottság sajnos világszerte még nem elég ahhoz, hogy elnyomja a vírus replikációját, nem ez lesz az utolsó vírusvariáns, és nem is biztos, hogy sőt, nagy valószínűséggel nem ez lesz az új, utolsó vírus, ami ebben a globalizált világban végigsöpör az emberiségen. Az is sem biztos, hogy a következők nem lesznek ennél jóval erőteljesebbek, és érintik akár jóval nagyobb számban és keményebben a fiatalabb generációkat is. Most ez alatt a járvány alatt kellene megtanulnunk jól, racionálisan, következetesen viselkednünk, fegyelmezetnek lennünk, mert ha most rossz válaszokat tanulunk meg, és azok idegződnek be, akkor ezt a későbbiekben még nagyon megbánhatjuk. Itt két statisztikát szeretnék röviden felhozni, amik részben informális forrásokból jutottak el hozzánk, részben pedig akár a saját osztályom működését, ami szintén COVID osztályként is működött a járvány csúcsán. A járvány csúcsán az intenzív osztályokon kezelt, súlyos állapotú lélegeztetőgéppel szoruló betegek akár 80%-a, de helyenként sajnos még ennél is több, akár 90-95%-a meghalt, sohasem hagyta el az intenzív osztályt. Ugyanakkor a járvány végén, a harmadik hullám végén ezen betegek közül, nem a meghalt, hanem a súlyos állapotú betegek közül, néhányan még hosszan ott maradtak az intenzív osztályon, miközben körülöttük elfogytak a betegek, mert részben meggyógyultak,
részben meghaltak, és így ők relatív magányosan még lélegeztetve maradtak. Az állapotuk az semmivel nem volt jobb, sőt, mint azok, akik korábban ilyen hatalmas számban és százalékban haltak meg. Hetek, akár hónapok óta voltak lélegeztetve immunrendszerű romokban, izmaik már alig. Ennek ellenére ezek az emberek szignifikánsan nagyobb számban hagyták el végül élve az intenzív osztályt, kerültek le a lélegeztetőgépről, és nem is boldogan és egészségesen hazasétáltak, de legalábbis az intenzív osztályt elhagyva most erősödnek és lábadoznak valahol. Lehetett ennek az oka, mert hogy igaziból közben nem lettünk sokkal okosabbak, nem születtek csodálatos új protokollok, amik ezt egyértelműen indokolták volna, nem került elő egy csodagyógyszer, ami mindenkit meggyógyít. Így én arra vagyok kénytelen következtetni, hogy amiből igaziből több jutott nekik, az az idő, energia és odafigyelés a személyzet részéről. Amiből szerintem két dolog következik. Az egyik az, hogy továbbra is nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy sikerül-e laposan tartanunk ezt a járvány görbét, és ezáltal elkerülnünk azt, hogy ismételten elárasztják a betegek az egészségügyet, és hát nem is Bergamot idéző, de akár olyan szörnyű helyzetek kerekedjenek, amikben nagyon kevés személyzet kénytelen ellátni arányaiban sokkal több beteget, és így sokkal kevesebb figyelem és szakértelem és energia jut egy-egy beteg ellátására. Ebben pedig továbbra is csak ugyanazok a dolgok tudnak nekünk segíteni, az oltás, a maszk, a távolságtartás, a kézmosás, mindig, eddig és továbbra is. A másik fontos tanulság az pedig számomra az, hogy ezt alapvetően önöknek, nektek köszönhetjük ezt az eredményt. Nem elsősorban az orvosok ráfordított energiája menti meg a betegeket, hanem a szakdolgozóké, a nővéreké, és végül, de abszolút nem utolsó sorban a gyógytornászoké. Ezeket a betegeket jutott elegendő személyzet és energia mozgatni, forgatni, húztatni, elegendő fizioterápia jutott részükre. Ez jelentette valószínűleg az igazi különbséget, és ezért hatalmas hála és köszönet. Érdemes csinálni, és érdemes lesz a továbbiakban is. Így utoljára még azt szeretném elmondani, hogy a gyógytornászok emellett azok az emberek, akik nagyon sokat találkoznak betegekkel, és talán a legközelebb kerülnek hozzájuk emberileg. Foglalkoznak velük, közben beszélgetnek velük olyan helyekre, és eljutnak, ahova mások nem, adott esetben magányos öreg emberekhez, akik nem mernek már kilépni az utcára, de a gyógytornász masszőrt még be, és masszőrt még talán beengedik. Ők is feltesznek kérdéseket, de feltesznek kérdéseket a sportsérülésekből lábadozó fiatalok is, és mi azt szeretnénk kérni, hogy inkább ezeket, hogyha kérdezik önöket, akkor ezeket a válaszokat közvetítsék feléjük. Ennek a járványnak és az egésznek sajnos még nincs vége. A szakértők szavát nem üti sem a Facebook, sem a szomszéd Mari nénié, de időnként sajnos még egy miniszteré sem. Az oltások elkerülhetetlenül fontosak, és a legjobb esélyünket jelentik arra, hogy ebből a helyzetből a lehető legjobban kerüljünk ki. És végül nincs más az oltások mellett és ellenére sem. Ha igazán szeretnénk odafigyelni egymásra és közösen a legjobbat kihozni az egészből, akkor marad a védekezés, sapka, azaz maszk, kézmosás, távolságtartás, mindez a szabályok betartása továbbra is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet így péntek este, és nem tudom, jutott-e nekem is kérdés. Köszönjük szépen dr. Svéd Tamás előadását. Van kérdés, Anna? Egy új kérdés van, ezt felolvasnám. Oltott vagyok 2 Pfizer oltással, volt egy balesetem, és sok vért vesztettem, 14 egységnyi vért kaptam. Befolyásolja ez az ellenanyag szintemet? Szerintem kevés, nem feltétlenül én vagyok a hivatott megválaszolni a kérdést, de arra valószínűleg, hogy egy tisztességes kivérzést követően hogyan változik az ember ellenanyag szintje, erre nagy statisztikák nem állhatnak rendelkezésre. Elvileg a védettséget nagyon nem kellene, hogy befolyásolja, ezzel együtt, mint az Jaka professzor úr előadásában is elhangzott, egy harmadik oltásból egészen biztosan nem származik semmilyen kára. Sőt, előnyei határozottan származhatnak. Köszönjük szépen, több kérdés most nincsen. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Van még bármi, amit meg kellene beszélni? Köszönjük szépen.
paneltársaimat kérdezném, hogy van-e hozzáfűzni való Majer Ágnes tanárnő, Horváth Monika tanárnő. Én a magam részéről nagyon szépen köszönöm minden előadónak az előadását. Szerintem rendkívül érdekes volt mindegyik, és nagyon sok hasznos információt gyűjtöttünk, és azt gondolom, hogy Svéd Tamás előadása pedig egy rendkívül jó összefoglalója volt annak, amit az előző három előadó elmondott számunkra, tehát hogy ez egy kiváló zárszó volt, és ezt nagyon szépen köszönjük, és köszönöm személyesen is. Köszönöm szépen, akkor bezárjuk az értekezletet, és kellemes hétvégét kívánom mindenkinek. Így lehetőségem van, akkor én is, mivel az oktatásért vagyok felelős, én is szeretném megköszönni az előadóknak, hogy hát hozzájárultak a gyógytornászok tájékoztatásához, mert valóban, ahogy Svéd Tamás is említette, mi nagyon sok időt töltünk a betegekkel, ugye hosszúak a kezelések, és sok kezelés, és nagyon sokat kérdeznek minket a betegek, és jó érzés olyan választ adni, amit önöktől hallottunk, és tényleg tudjuk, hogy a legjobb szakemberektől hallottuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. Kellemes hétvégét. Köszönjük, kellemes hétvégét. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.